Rekordot döntött a szegedi repülőnapok és légiparádi látogatottsága. Az eddigi éveket túlszárnyalva több mint 25 ezer látogatót vonzott a most negyedik alkalommal megrendezett légibemutató. A háromnapos rendezvényt a 104 éves szegedi repülőtéren tartották. A repülőgépek több mint 150 órát töltöttek a levegőben a hétvégi Air Show-n. A pilóták önállóan is bemutatták figuráikat, és több formációban kötelékben is repültek. A magyar programok közül a legnagyobb sikert a műrepülőbajnokok Vári Gyula és Veres Zoltán káprázatos bemutatója érte el. Idén harmadszorra rendezték meg a közép-európai hőlégballonkupát. A színes járműveket egész hétvégén látni lehetett Szeged fölött, gázüzemük miatt éjszakánként is látványosak voltak.